Nos, szeretnénk azért elérni, hogy az oldalunkon különböző hírek jelenjenek meg. Nézzük, hogy hogyan tudjuk ezt megcsinálni. Először is tudni kell azt, hogyha bármilyen írást beküldünk, tehát tartalombeküldés írás, akkor ez az írás, ez alapértelmezetten az úgynevezett címlapon fog megjelenni. Ez nem az beállított címlap, hanem a Node útvonalon elérhető oldal. Tehát ami a címlapra kerül, ez tulajdonképpen nem a címlapra kerül, hanem a Node útvonalon lesz elérhető. Küldjünk be gyorsan egy pár ilyen hírt, mondjuk legyen ez a hír 1-es, valamit bejelentünk, valamint be fogunk küldeni még egy hírt. Hír 2-es, beküldés, és most, hogyha ide beírjuk azt, hogy Node, akkor látjuk, hogy ez a két hír szépen itt megjelent egymás alatt. Először a hír 1, aztán a hír 2 jelent meg. Talán sejtjük, hogy ismét két problémát kell megoldani. Az egyik az, hogy a Node helyett az jelenjen meg, hogy hírek, a másik pedig, hogy a menüben ez megjelenjen. Talán mindenki tudja, hogy ez milyen egyszerű, és azt kell csak csinálnunk, hogy adminisztráció, útvonal álnevek, álnév hozzáadása, a Node Drupal útvonal helyett a hírek útvonal álnevet használjuk. Így ebben a pillanatban már is megjelent egy hírek álnév, és most semmi más nem kell csinálnunk, mint egy menüpontot hozzá kell adnunk, méghozzá az elsődleges menühöz legyen a neve hírek, az útvonal álnév az legyen hírek, valamint a súly az legyen mínusz 10-es. Aki emlékszik még a címlap beállításnál, akkor a címlapra is mínusz 10-est adtunk, tehát ennek a két menüpontnak ugyanaz a súlya, azért a címlap jelenik meg előbb, mert a Drupal elsődleges szempont szerint a menüpont súlya szerint sorba rendezi a menüpontokat, másodlagos szempont szerint pedig az ABC szerint rendezi sorba a menüket. Most akkor vannak híreink, tehát hogyha beküldünk egy új hírt, vagyis egy írást, akkor az itt meg fog jelenni mindig.